A mai videóban a narancsbőrről lesz szó. Szeretettel köszöntök mindenkit! A narancsbőr során a kollagén szövetek részlegesen vagy teljesen feloldódnak, és a bőrrétegeknél lévő zsírsejtek is megnagyobbodnak. A narancsbőr leginkább hölgyeknél alakul ki, és csak a fenék, a combok és a csípőnél fordul elő. Ennek az az oka, hogy ezeknél a testrészeknél kétszer több zsírtároló alfa-2-es receptor található. Azért van a hölgyek alsó has és a comb részén több zsírtároló receptor, hogyha szükség lenne rá például ínséges idők alatt, amikor nem jut elég ételhez esetleg az anya, akkor a terhesség alatt innen biztosítson energiát a magzatnak. Ezért van az, hogy sok hölgynél a narancsbőr az épp a terhesség alatt alakul ki, vagy ha már volt korábban, akkor a terhesség alatt súlyosbodik. És mivel ugye hormonális változás történik a terhesség alatt, tehát a hormonális változás hatására aktiválódnak leginkább ezek a zsírtároló receptorok, ezért minden másfajta hormonális változással járó állapotban is nő a narancsbőr kialakulásának esélye, ilyen ugye például a menopauza változókor, illetve ha fogamzásgátló tablettákat szedünk. Ugye mi a közös ezekben az állapotokban? Az ösztrogén arányának a növekedése. A narancsbőr tehát lényegében egy ösztrogén okozta kollagén rendellenesség. A túl sok ösztrogén elpusztítja a kollagénrostokat, és egyébként az elasztint is. Bár az ösztrogén túlsúlya fő probléma, más hormonok egyensúlytalansága is jelen van, lehet kortizol növekedés is, ami ugye a sok stressz miatt van. Ha sok a kortizol, az izomkárosítással jár, a narancsbőr gyakoribb a kor előrehaladtával, ugye csökken a növekedési hormonszintünk, ez a hormon felelős a megújulásért, a hibák javításáért többek között, és lehet inzulin növekedés is, az inzulin a fő zsírtároló hormonunk, ami magasabb szintje, szinte esélytelen zsírt égetni. Tehát összesítve kijelenthetjük, hogy a narancsbőr valójában alapjaiban egy hormonális probléma. A narancsbőrre a megoldás fő csapásvonala, hogy keresünk olyan gyakorlatokat, amelyek a fenék, a combok és a csípő környéki izmokat dolgoztatják meg. Sok ilyet lehet találni az interneten, most felsorolok párat. Jól megmozgatja például a narancsbőrre hajlamos testrészeket a guggolás, a sprintelés és a visszafele sétálás vagy visszafele kocogás. Ugye a futópadon is lehet visszafele futni, ha nem akarunk az utcán vagy a parkban hátrafele mozogni. A narancsbőrös rétegeknél romlik a vérkeringés, ezért fontos a vérkeringés javítással is foglalkozni, erre is lehet sokféle megoldást kipróbálni, például ugrálók gyakorlatok, trampolinon ugrálás, infralámpával is lehet fokozni a vérkeringést, van a kifejezetten narancsbőr kezelésre kifejlesztett infralámpás készülékek, szaunázással is fokozható a vérkeringés, illetve száraz kefével is stimulálhatjuk kívülről a bőrt. A böjtölés itt is segíthet, ugye a böjtölés során kb. 18 óra után, tehát 18 óra nem evés után aktiválódik a szervezetünkben az autofágia, ami egy olyan önjavító mechanizmus, amely során a szervezetünk önemészti a nem kívánatos sejteket. Jelen esetben az elpusztult kollagénrostokat. Az autofágia során nem csak önemésztődnek a rossz sejtek, hanem helyettük új egészséges sejteket hoz létre a testünk. A gyakorlatokkal és a böjtöléssel fokozatosan csökkenthető a narancsbőr, nem fog egyik napról a másikra eltűnni, ezért érdemes hetente vagy 2 hetente fotózni, hogy figyelemmel kísérjük a változást. Következőnek javaslom azt a videót megtekinteni, amit a kollagénről készítettem korábban. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha tetszett, segíts a terjesztésben. Kedveld és oszd meg másokkal is. Nagyon jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!